Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Budakalászon vagyunk az Amazonas kis állatkereskedésben, és Erzsi áll itt mellettem, és hát ráadásul egy kaméleon is, aki, ahogy megtudtam, ugye 2 éves, neve van? Igen, nem neveztük el. Nem neveztétek el. Mit lehet tudni erről a kaméleonról? Azt látom, hogy most azért jól el van, ugye enni kapott. Hát egy sisakos, igen, sisakos kaméleon. Szereti a meleget, a párát, tehát amire nagyon oda kell neki figyelni, hogy a páratartalom megfelelő legyen, ezt spricceléssel vagy a tában lent vízzel tudjuk biztosítani neki. Élőelességet fogyaszt, sáskát, gyászbogárlárvát, tücsköt, ilyesmit. Magamból indulok ki, ez mennyire jellemző, hogy valaki bejön és akkor szeretne egy kaméleont? Most már egyre inkább keresik az ilyen exotikus állatokat. Itt inkább azzal van a gond, hogy meglátja az állatot, és akkor a hozzávaló, hogy az mennyibe kerül. Hát itt jön képbe ugye a felelős állattartás, igen, mert az igen, egy dolog, igen, hogy én bejövök és nekem tetszik, csak azért ugyanúgy meg kell... hogy ehhez még tartoznak, tehát akkor megfelelő UV lámpa, ami a napfénypótolja, a melegítő lámpa, tehát hogyha nagyobb terárium, akkor érdemes berakni párásítót, neki mondjuk. Láttam, itt még van süni, na de nem van egyszerű közös. Van törpes, igen. Aprikai törpes. Aha. Ő hol van? Ott van, el van bújva. Aranyszín. Igen, mert ő éjszakai állat, hát nappal azért alszik. Azért ő is liszkukac, ez például mindenki itt van, ez liszkukac, tehát ő is élőelességet szeret fogyasztani. Azon kívül lehet neki adni nyúltápot. Most fölébresztettük. Aranyszíve. Jaj, de cuki! De jól néz ki! Már bújik. Jaj, így néz ki. Édes. De jól néz ki. Nagyon tetszik. Ellentétben azzal a mesékkel meg sokan tejet adnak nekik, amit szigorúan tilos. Tejet? Tehát nem szabad tejet adni a sünnek. Ja, értem. Tehát az mérgező, meg nem is gyümölcs. De sokan adnak nekik azoknak a sünöknek, amiket itt fognak be, vagy etetik. Tehát nem szabad tejjel etetni. Meg a mesébe eszi csak az almát igazából, tehát... Ja, értem. Oké, okay, Erzsi. Ő is rovarral táplálkozik. Erzsi, nagyon szépen köszönjük neked az útbaigazítást, picin kis útbaigazítást. Bárki Budakalászon jár, jöhet egészen nyugodtan az Amazonas kis állatkereskedésbe, és Erzsi várja nagyon sok szeretettel, úgyhogy érdemes ide ellátogatni, találkozunk legközelebb. Sziasztok!